Szeretettel köszöntöm Lajos bácsit újra, és egyúttal mindjárt meg is köszönöm, hogy ismét fogadott minket, a Nagy Dolog Televíziót, hogy beszélgethessünk Lajos bácsival, és hát a múltkor megbeszélgettük az egész életpályát, az egész életívet, most kicsit lekorlátoznánk a beszélgetést, kivennénk egy-egy szeletét az életének, és akkor arról bővebben. És hát korábban megbeszéltük, hogy a háborút és a fogság idejét, és majd később a gyermekkorában a cseléd életet, vagy a cseléd sorsot külön-külön megbeszéljük. És akkor hát most lenne az a pillanat, amikor beszélgethetnénk arról, hogy a háború mit is jelentett a Lajos bácsinak, és hogy kezdődött, és mikor kezdődött, és mi is volt akkor ott valójában. Hát én is köszönöm a lehetőséget, hogy lehetőséget adtatok arra, hogy elmondhatom az életem útját, mert nem mindenkinek adatik ez meg, hogy egy életről beszéljen. Dacára, hogy én úgy vagyok, hogy az élet sok mindent produkál, sokat ad, de viszont ez, amiről most szó van, a katonaságról, illetve a háborúról, az nem egyedi, hanem nagyon sokan benn voltunk, sok honfitárs, bajtárs, aki velem együtt harcolt, vagy már korábban harcoltak, és hát én csak kizárólag az én utamat tudom elmondani, amit hát velem történt annak idején, ugye fiatalkorban a háború ideje alatt. És mikor vonult be a Lajos bácsi? Először gondolom a katonasággal kezdődött sorkatonaként, és akkor ott valahogyan elindult ez a katonai út, úgymond. 1942. október 5-én vonultam be katonának, Tapolcára a repülőköz hívtak be. Hát a környékből a Gyimesi Jani, Nagy Dorogi, Bozóti Pisti, ugyancsak Nagy Dorogi, akkor Kölesről a Süveges Karcsi volt, akikkel hát közeliek voltunk egymáshoz, közeli községekben laktunk. Tapolcára repülőköz mentünk, és jött egy olyan alkalom, hogy egy Horthy alapos, akinek repülő előképzése volt, olyan, mint a Levente, de ő valószínűleg szekszárdi fiú volt, és lehet valószínűleg tartom, hogy Öcsényben volt ilyen repülő előképzésen, és az gyalogsághoz lett behívva a szekszárdon, és akkor ő kérte magát a repülőköz, és a szekszárdi ezred úgy adta át a repülőköz, hogy írnokot kért. És én mindjárt jelentkeztem, hogy el akarok jönni, illetve eljönnék szekszárdra, közelebb lennék, és hát meg az, hogy tetszett az, hogy írnok lehettem. Én szerettem írkapirkálni, meg még az, hogy mint előzőkben már említettem, a gazdaságban megtanultam gépen írni, igaz, hogy két ujjal, csatlogtattam, de minden esetre ott vettem azt a nagy hasznát a honvédségnél. Századírnok lettem, de onnét a tisztes iskola után pár hónapig voltam benne laktanyába, kihelyeztek a honvéd állomás parancsnokságra. A parancsnokságon az íróasztalom mellett volt az ágyam, független voltam laktanyától, mindentől. Hát az alapkiképzést Tapolcán a repülőknél, hát az ilyen alaki kiképzés volt, és aztán szekszárra kerültem decemberben,
január elejében már indult a tiszteziskola, és én mindjárt tiszteziskolában mentem, ott én a távbeszélő századhoz mentem, hát ott meg aztán a rádiózás, a telefon, szóval távbeszélés, és a morzézás, hát ott az volt az alapvégeredményben. Aztán rejtjelzés, ugye a katonaságnál hát rejtjelezve kellett rádiózni, és aztán a tititáti, ugye. És ez tetszett a Lajos bácsinak? Könnyen befogadta ezeket a dolgokat? Hát a hatodik leckénél tartottak már a Szekszárdon, ugye ők szeptembertől már csinálták, és a szakaszparancsnok egy hadnagy oda ültetett mellé, és aztán elkezdték taszteron verni a tititátit, már hatodik lecke, viszont nekem igen nagyon jó fülem volt, jó hallásom, és aztán mindjárt fölfogtam a betűket, és aztán elkezdtem mondani, ha tévedtem egy kicsit, akkor ő segített, hogy egy-kettőre ment, akkor elővették az előző leckéket, úgyhogy én hamarosan úton értem a többit. Meghallotta benne a zenét tulajdonképpen, ha jól füle. Igen, hát jó hallásom volt, szerettem nótázni is, aztán így ott is mondjuk hamarosan megtanultam, viszont a tiszteziskolán ott szintén addig, míg hát az tartott közel három hónapig, addig hát ezt gyakoroltuk, ugye aztán kint a határba is mentünk ki gyakorlatra, és akkor ott is telefon vezetéket húztunk ki, dobáltuk a fára vezetéket, meg nem telefonállomásokat csináltunk, de én főleg a rádiósoknál voltam, R3-as rádió, generátor volt hozzá, vagy aggregátor, és azt hajtották, azt úgy lehetett beszélni. Hát ott is aztán beszélni is lehetett, meg morzével játszottunk. Hát az, egy katonának azért nyilván van fegyvere is, ugye, és akkor a fegyveres alapkiképzést azért megkapta a fegyverhasználathoz. Tehát kézi fegyver, vagy azt Tapolcán. Igen. Tapolcán kaptuk az alapkiképzést, tehát ott volt puskám. Szekszárdon aztán nem is volt egyáltalán fegyverem, mert tiszteziskolán nem kellett, és aztán hát az államos parancsnokságon meg egyáltalán még pisztolyom se volt, sima derékszíjjal jártam, úgyhogy, de hát a fegyverrel kapcsolatos összes kiképzésről lövészetet mindent az újonc időbe. És jó lövő volt? Hát nem mondtam. Én nem szerettem a puskát, szóval egyáltalán Leventébe se. Ott is véletlenül találtam bele, a céltáblába belelőttem, de viszont a tízesben most csak a véletlen hozta. Úgyhogy nem nagyon ment a lövészet. És akkor leszerelés előtt kapta a további ukázt arra, hogy nem lesz leszerelés, ugye? Hát ugye ez a bizottság megállapította, hogy nem voltam hadműveleti területen, aztán, na, gyerünk ki. Hát ugye ez a pótadtest, úgy voltam vele, hogy hát a pótadtestben már voltak olyanok is, akik a Donnal harcoltak, megsebesültek, vagy ha nem sebesült is leszerelt, behívták újból, és arra gondoltam, hogy na ez Horvátországnál ilyen határvédelmi társaság, katonaság majd el lesz ott. De közben ugye az oroszok erősen támadtak, kellett a haderő ki a keleti frontra, és hát elindultunk. Hát
Csáktorgyáról indultunk, és onnét községről községre mentünk Nagykanizsa felé. Na most sokszor felvetették, mondjuk talán nem is annyira idevaló téma, de azért csak megemlítem azt, hogy milyen szigorúság volt a katonaságnál. Sokan, hogy miért harcoltatok, meg miért így, miért, hogy sok miért volt. És hogy hívják a menet, mikor elindult Csáktornyáról, községről községre mentünk, és valahol Berzence, vagy Tornyosapáti, vagy nem tudom, valamelyik községbe egy házaknál szállásoltak el bennünket, fészerekben, meg ha üres lakás rész volt, ott szállásoltunk, úgyhogy naponta pár kilométer, 10-15 kilométer tettünk meg, azt szállásoltunk, és az egyik háztulajdonos jelezte a századparancsnoknak, hogy a valamelyik katona a sonkát elvitte, sonka csontot, mert lerágott sonka lehetett, hogy a sonka csontot elvitte. Hát ki volt az, ki volt az? Hát azt a végén elvállalta egy, hogy hát ő vitt el. Na, gyerünk, kikötés. És akkor, hát az a kikötés olyan volt, hogy hátra kellett tenni a kezet, összekötötték, akkor egy fészerben gerenden átdobtak egy kötelet, és aztán főhúzták hátra. Oda tették a vödröt, vízzel telt vödröt, és aztán, ha elájult, akkor locsolták. Mert orvos ott volt, meg hát akit oda tudtak aztán hogy küldeni, vagy illetve hát oda parancsolták az egész századot, hogy nézni kellett. És az volt a furcsa, az még mindig úgy viszonyog bennem, az egyik hadnagy azt mondja, húzzák meg, mert akkor már ájulás keringette az életre kis katonát, húzzák meg az orvos abban a pillanatban, mint a vezényszóra ment volna, az meg azt mondja, engedjék le. Mert akkor már látta az orvos, hogy hát, meg hát azért a kis honkacsong tér hát kikötni. Tehát nem volt olyan, hogy hát na most én megszökök a katonaságtól, én nem megyek a frontra, meg nem tudom. Hát ilyen nem lehetett, mert olyan szigor volt. Úgyhogy hát aztán így jutottunk el Nagykanizsára, Nagykanizsán bevagoníroztunk, és onnét aztán egyenesen, ugye az ország nyugati csücskében van, és Sarkadra mentünk pontosan ellenkező irányba, a keleti frontra, hát akkor már készülődtek az oroszok, már román területen, sőt Erdélyben voltak, mikor mi kiértünk oda, és aztán Sarkadon kiraktak be, és hát kiszálltunk a vagonból, és Kötegyánnál léptük át a határt. Viszont érdekesség az volt még, hogy én útközben szereltem föl. Ugyanis hát én agyusztált ruhába mentem, rám igazított ruhába, mentem ki a frontra, és hát nem volt nekem téli ruhám, zsáboly ruhába voltam. Aztán mondtam, gyerekek, hát most már nem babra megy a játék, hát adjatok. Hát az egyik vagonban voltak ruhák, az is a háborúból haza került személyeknek a régi ruhája volt, és akkor egy öltönyt adtak, ez már posztol ruha volt. Hát adjatok egy puskát is, hát háborúban megyünk. Hát az nincsen. Hát akkor kaptam egy pisztolyt, 96 mintájú, első világháborús pisztoly volt, hát azzal mentem ki aztán a frontra.
Hát ezt egy helyen megpróbáltam, hogy hát elsütöm meg, nem tudom, csütörtököt mondott, úgyhogy hát egyáltalán nem volt jó. Hát szóval, és volt jó kis bajtársiasság, vagy jó kis közösség, tehát, vagy mindenkibe munkált a szorongás, a félelem, vagy milyen hangulattal mentek? Nem mondhatnám, nem volt ott félelem. Hát mondjuk egy érdekes dolog volt az, hogy mi, akik nem voltunk még hadműveleti területen, mert jó néhányan voltunk, hát nem éreztünk semmi különöset. Akik már voltak a Don kanyarban, meg nem, tehát azért azok már egy kicsit húzódoztak, meg nem tudom, szóval, de csöndben voltak. Hát jó bajtársak voltunk, meg nem tudom, és meg mikor elindultunk a román, és hát Erdély területén befelé az oroszokkal, hogy szembe találkozunk majd valahol. Hát Kötegyánnál, hogy átléptük a határt, 2-3 község ellen mentünk, Cséfa, Barakony, Olászent Miklós, és Barakonyba elkezdtek harangozni, mikor vonultunk át, mert menetoszlopba mentünk. Hát nem volt ellenállás. Sokan voltak? Hát egész századok. Századok. Ellenállás nem volt. Egy román katonát fogtak el a mieink, egy fogoly lett. Már csak azért hagyták ott, hogy hát mégis lássák azt, hogy itt valakik mocorognak. És ezt a Barakonyba harangoztak, hátba támadtak bennünket. Volt néhány román katona, meg ezek a vasgárdisták. Akkor dördültek el először a fegyverek? Akkor dördültek el, és aztán a mieink is mindjárt, ugye szétfriccent, aztán a kapuk be voltak zárva, szerencsétlen kis erdélyi gyerek, hogy az magyar volt-e román, ki tudja, rohant volna haza, fölugrott a kerítésre, a mieink közül egy dúr lelőtte, úgy esett be a dudvarba. Na aztán utána még egy község ellen elmentünk, én elkezdtem rádiózni, az oroszok bemértek bennünket, ahogy a generátor elkezdett működésbe, már be is mértek, szóval aknavetővel dúroda, hát már ezt nem lehet használni. Hogy hívják ott a rádiót, és a mieink aztán csak vonultak előre, elértek egy község széléhez, ott fölgyújtották az első házat, hogy hát azért itt most már valami lesz, nehogy azok támadjanak, de mivel rádióval nem tudtunk egymással beszélgetni, telefonon. Közben illetve a telefonvezeték, a hálózati ott ment mellettünk, az egyik románul tudó erdélyi gyereket fölküldtük az oszlopra, na, hallgass le őket. Azok meg mondták, hogy addig tartsatok ki, amíg néhány katona ott potyázott, velünk szembe elkezdett lövöldözni. Addig tartsatok ki, amíg az orosz 9. és 11. könnyű hadosztály be nem ássa magát a hegyekbe. Hát aztán egy pár nap eltellett, aztán akkor elindult az oroszok, mi meg aztán menekültünk. Mert annyiból nem volt egység, hogy akik már fronton voltak korábban, azok igyekeztek menteni magukat, a bőrüket, mert tudták, hogy mi volt ott a Don kanyarban, meg nem tudom. Aztán gyerünk vissza. Tele voltak rossz tapasztalatokkal. Igen. És maguknak veszteségük ott volt, mikor ilyen lövöldözésbe keveredtek? Ott nem volt.
ott nem volt, hanem később, mikor már aztán hazafelé jöttünk, hát visszavonultunk körülbelül 20-30 kilométert Tenke görbednél, ott nagyon csúnyán aknáztak bennünket, aztán Stalin orgonának mondták, ez a sorozatvetőt, azt csúnyán meg vertek bennünket, egy kukoricásba behajtottak bennünket, ezredes, illetve az egyik hadnagy, hol van az ezredes úr, kérdezte tőle. De ne keresse, meneküljön, mert itt baj van. De az ezredes úr, az ezredesnek volt annyi esze, hogy egy tök bokorba bebújt, mert nagy tök bokorból aláfeküdt. A hadnagyot pokcsákba ejtették, elfogták, hát hála Isten, mert mondhatnám, hogy katona szerencsém volt, jó Isten mindig velem volt, segített, sikerült átmenni egy úgynevezett tankcsapda volt ott, Rizsföldeket öntözték onnét, de ezt már kiépítették tankcsapdának, hogyha tankok nem tudtak ott közlekedni, és volt egy fahíd, azon keresztül, akkor nekihajtottak bennünket a körösnek, hát ott csekély víz volt, bele a vízbe, azt a gyerünk át a körösön, úgyhogy jöttek a román katonák is, az oroszok azok még hátrább voltak, akkor a vasgárdisták lóháton meghajtottak bennünket, utána nem telett el még talán egy nap vagy kettő, már az oroszok is ott voltak. Akkor elkezdtek bennünket lőni, menekültünk hátra, jöttünk vissza, az oroszok megelőztek bennünket, ásták be magukat, az ágyukat állították le, tüzelőállást csináltak, meglepte. Hát közel voltunk mind ide, szomszédház, aztán, na, mi van? Hát az oroszok csak néztek bennünket, meg mi is őket, aztán mi erre mentünk, azok meg tették tovább a dolgokat. Na, aztán akkor mindig jöttek, hogy hát nekünk meg aztán menekülni kellett haza. Hát az egyik községbe, Bélközség, az még a túlsó oldalon volt, az erdélyi részen, román területen, ott aztán nagyon csúnyán elbántak velünk, ugyanis az volt a helyzet, hogy mi oszlopba vonultunk vissza. A különös lövések nem voltak meg, nem tudom. Na, gyerünk egy 15-20 kilométert hazafelé, jöttünk, egyszer csak megjelent egy repülőgép. Német felséggel elkezdett körözni ott fölöttünk, akkor kapitulált Románia, megadta magát, szóval kilépett a németektől, és akkor körözött, egyszer csak egy fölment egyenesen, adta a járt, akkor megjelentek a többi repülők, az oroszok német repülőgépeket, amit elfogtak ott román területen, azzal minket elkezdtek bombázni, géppuskázni. Hát az a csúnya muri, ami akkor történt, hát szóval az fantasztikus, azt nem lehet elmesélni, vagy hát mondjuk emberileg is érezni azt, hogy hát ott mi volt. Az oszlop, ami vonult, géppuskába ad neki, hát ott rengeteg sebesült, az ágyunk, azt hiszem a kaposvári tüzérek voltak, az ágyuk az út melletti árokba, a lovakat agyonlődözték, mi egy hatalmas legelő volt a község mellett, ott mellette egy nagy kukoricatábla, és nekünk olyan szerencsénk volt, jó néhányunknak, a kukorica szélébe befeküdtünk, és a repülők, amint géppuskáztak,
hanyat feküdtük. Hát mondom, mindegy, hogy most, hogyha agyonlőját, akkor akár főfele nézünk, akár pedig, hogyha hasra fekszünk, akkor nem látjuk. És odahúzott hozzánk a kukoricafőt szérivel. Hát nem messzi lehetett, mert a földet ránk dobta, hogy hívják, a golyó, amint ott a végig pásztázott. A kukorica nevelket vitte föl a magasba. Hát bizony akkor elállt a hangunk, mert nem volt mindegy, hogy oda dobta a szemünkbe, fejünkre a földet. Hát nem kellett volna több, mint egy fél méter vagy egy méter, és akkor azt éppen telibe talál bennünket. És akkor sokan meghaltak. Sokan. Az egyik századparancsnokot lelőtték a lóról. Nem, hogy leugrott volna, aztán menekült volna, hanem az még a lováton, a mi úton. Lovag volt össze, szép lelőtték a lóról. És ez a nagy tüzerő, amit kaptak, illetve hát amit elszenvedtek, milyen hatással volt a katonákra? Nem tört ki a pánik hangulat? Fegyelmezettek nem mondhatnám. Hát elszéjeltünk, aztán utána meg próbáltuk összeszedni magunkat, hogy na hát hogyan tudunk majd összevergődni, hogy hát megint együtt legyünk, hát amennyire lehet. És ott egy érdekes dolog volt, érdekes, hát szóval egy inkább pályó, ami a községen keresztül vonultunk vissza, és hát én szemtanúja voltam egy idősebb bácsi, a 60 év körüli bácsi, az út, vagyis a járda szélén feküdt, rettenetesen ordított, akkor odaértem hozzá, akkor láttam, innét a mellétől kezdve főhasította a szilánk, valami aknaszilánk, mi lehetett, vagy a repülőről dobtak le bombát, vagy a géppuska. Ki volt nyírva teljesen az egész gyomorrész, és az mind ott volt előtte. És még akkor ét. Az a fájdalmas hang, meg nem, tehát borzasztó volt. De majdnem csak úgy kellett átlépni, hogy át tudjak menni ott mellette. Kezdett alkonyodni, község mellett volt egy erdős rész, oda mentünk, ott csoportosultunk, ott húzottunk meg éjszaka, ott voltunk az erdőbe, és ezt reggel, mikor már virradt, az egyik katona bajtárs azt mondja, szakaszvezető úr, azt mondja, megsebesült. De hogy sebesült, nincs nekem semmi baj. Azt mondja, hát véres. Hát akkor láttam, kezem is véres, aztán a köpányem is meg. De hát fővettem egy puskát. Valakit ott agyonlőttek, vagy nem tudom, áldozatul esett, és azt a puskája véres volt. Hát addig nem volt puskám, annak a puskáját vettem föl, hát aztán letörőgettem meg, nem tudom, hát így lett akkor puskám, mert addig nem is volt, mondom, az egy rossz pisztolyjal voltam a hadműveleti területen, úgyhogy. És sokat lehetett hallani a sorozatvetőről, erről a Sztalin orgonáról, amit az előbb a Lajos bácsi is említett. Valóban olyan iszonyatosan félelmetes volt annak a hangja, mint ahogyan szokták mondani, hogy ez inkább a lelkekre hatott, mint nem volt az annyira hatékony fegyver, mint amennyire félelmetes. Hát úgy nézett ki, hogy aki belesett a szórásába, ott hatékony volt, mert aztán aprított.
Hát ugye azt hiszem 32 cső volt, és azt hiszem, mikor elindították a lövedékeket, akkor mint a kutya bonít, jöttek a lövedékek, és aztán mikor rakodott le, akkor bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu, mint hogyha dobultak volna. Hát aztán aki abban a szórásban belesett, ott aztán csúnya muri volt, de erkölcsi hatása igen nagy volt, úgyhogy ilyen aztán volt még akadt. És hogy volt az ellátmány? Tehát hogy volt a hadtáp? Mit ettek, mikor ettek, hogy ettek? Hát bizony az nagyon-nagyon gyalázatos volt. Ha komoly vonalba voltunk, támadtunk, akkor a szakácsok nem mertek bejönni, hát kenyeret behoztak, vagy valamit, de volt úgy, hogy háromszor-négyszer melegítették föl a babgulyást, mert főleg babgulyást főztek, az laktató volt, de hát kenyér, aztán egy kis szalámi, vagy nem tudom, még az úgy tűrhető volt ott azon a része, aztán később jöttek aztán a problémák, amikor már aztán az ellátással is komoly bajok voltak. Ugye, és a szakácsok aztán nem nagyon mertek kijönni a vonalba, ha mi meg nem mehettünk hátra, aztán éheztünk sokszor. Mi lett a sorsa a halottaknak? Hát azok ott maradtak legnagyobb része. A sebesülteket még csak sikerült hátra hordani. Ugye lovaskocsi, mert hát nekik autónk nem volt, lovaskocsikkal vitték a sebesülteket. A konyha, az ugye hát hozták az üstöküket ki, de a lőszert lovaskocsik hozták, a sebesülteket, szóval az utánpótlás minden lovaskocsival történt. Egy tenke Görbednél, ahol meséltem, hogy vagyis mondtam, hogy a hadnagy fogságba esett, ott egy rácegresi csúnyán megsebesült, az egy aktatűzbe került, vagy a Stalin orgona tüzébe, összemetélte az egész testét, aztán én mindig kíváncsi voltam, hogy nem ismerős, ha valaki főbukott, vagy oda mentem, hogy nem lehet rajta segíteni. Oda mentem a lovaskocsihoz, hát a felső rácegresi Fehér Pista volt. Hát ő szegény már régebben meghalt, de a haláláig mondhatnám, jöttek ki azok a kis apró szilánkok a testiből. Az egész teste teli volt ilyen apró szilánkokkal, és még mindig bújkáltak ki a szilánkok belőle. Lajos bácsi, szerencsére mi nem voltunk háborúban, reméljük, hogy nem is leszünk. Milyen ott lenni? Tehát azt meg lehet azt valamennyire szokni? Vagy ott igazodik ehhez nagyon az ember? Vagy mi történik ott az emberrel? Hát hozzáedződik az ember. Szóval mondhatnám, hogy van, aki bízik, és mondjuk a Jóisten segítségét kéri, hogy na hát meg ne sebesüljek, hazakerüljek, épségben meg nem tudom. Meg volt olyan, aki elkeseredett. Mert az meg aztán szomorkodott meg, nem tudom, pláne a nősek, akiknek hát két-három családja volt, hát azok meg aztán el voltak keseredve. Aztán vigasztaltuk egymást, meg nem tudom. Hát ott nem lehetett nótázni. És ezekben az ord időkben úgy egymáshoz hogy viszonyultak a katonák? Tehát nem voltak nézeteltérések, veszekedések, viták? Soha, nem. Nem. Igen, nagyon nagy volt a bajtársiasság, az egymáson való segítés,
Úgyhogy nem lehetett egyáltalán hallani azt, hogy járott a veszekedés. Hát miért is mentette az életét, ha tudta, ha menni kellett, akkor ki, a támadásba lendülni, akkor meg olyan baj volt, hogy hát akkor, na hát most hogyan tovább, mi lesz velem meg. És működött ott posta, volt arra lehetőség, hogy valamit is megtudni az otthon maradtakról, vagy írni nekik, vagy üzenni? Én igen, nagyon szerettem írni. Általában, hát a tábori posta az megjelent, hogy nem volt különösebb, nagyobb támadás, vagy valami, akkor naponta, két naponta, vagy hetenként kétszer megjelent a tábori posta, és én 100 darabot szoktam, 100 tábori lapot vettem meg egyszerre. Hát egy pillér volt darabja, egy pengőért lehetett 100 darabot venni. Én, ha egy kis időm volt, már hozzáfogtam, aztán írtam egy lapot. Én annyi lapot elküldtem haza a szüleimnek, akkor barátoknak, lányoknak megjöttek a lapok, és aztán visszafele is jött. Én 10-15-öt volt, úgyhogy 30-at. Ha egy kicsit megkésett a posta, egy-két napot késett, soha nem felejtem, 52-t kaptam egyszerre, 52 lapot. Üzenet jött messze-messze földről, halvány zöld szín tábori levél, aki írta, szívével írta, minden sora őszintén beszél. Sokkal jobban szeretlek, mint máskor, minden percben rád gondolok százszor. Valahol Oroszországban, valahol Oroszországban. És milyen üzeneteket lehetett hazafelé küldeni onnét? Semmi mást, hála Isten, egészséges vagyok, amit maguknak is tiszta szívből kívánok, aztán ezzel befejeződött minden. Ott nem lehetett, hogy most hol vagyunk, merre, meg hogy most hogyan lőnek, vagy egyáltalán mi van a fronton. Szóval arról nem lehet, annyit lehetett írni, hogy hát jól vagyunk. Tehát és hangulatjelentést nem lehet adni. Aztán írtuk, hogy a csókot küld a messze távolból Fiúk Lajos, vagy aztán sok lánynak írtunk, hát mi, akik hát fiatalok voltunk, hogy nem győztük rakosgatni, hogy most melyiket olvassuk el, hogy egy kis... És itthonról milyen üzeneteket kaptak a családtól? Itt rendben volt minden? Hát úgy rendben volt. Hát az sokszor úgy volt, hogy hát, na hát most ennek a nevét nem láttuk, vagy az írását nem láttuk, hogy mi lehet, meg nem tudom. De olyan különös problémát nem láttunk. Fogságidő alatt akkor voltak aztán a kételyek, hogy hát mi is lehet idehaza. És ott a harcokban, a nagy izgalomban, meg a nehéz körülmények között betegségek, megfázások, tüdőgyulladás, ilyen-olyan egészségügyi problémák? Én jórában mondjam, még a fejem se fájt, a gyomrom se fájt, nekem semmi bajom nem volt, és nem is lehetett mondani, hogy valahogy hozzáedződtünk, pedig december 6-án, akkor jó kemény hideg volt, hó esett, havas volt a táj, rettenetesen elfáradtunk, és azt lefeküdjünk. Hát egy kis erdős résznél, mert oda húzoltunk azért általában, egy erdős részen lefeküdtünk, pokrócok, kettőt leterítettünk, akkor
köppenyeket magunkra terítettük akkor, megint két pokrócot ketten feküdtünk össze, úgy összemelegettünk, hogy majdnem csak izzadtunk. És a párától a pokróc, a felső pokróc megfagyott, ropogott meg, nem a habat leráztuk, aztán összehajtottuk, gyújtuk össze, gyerünk, vonultunk vissza, mert állandó mozgásban voltunk mindig a visszavonulás, úgyhogy egész, hogy hívják, Balmazújvárosig. Ott ért bennünket a Horthy pucs. Úgy volt, hogy hazajövünk, ott hagyjuk a frontot, jövünk haza, hát ugye Horthy kapitulált, most már vége háborúnak. Hát aztán mi történt? Lajos bácsi, én még szeretnék valamit megkérdezni. Amikor ilyen jóízűen sikerült aludni, hogy nem fáztak, meg összemelegedtek, és ha álmodik valaki a fronton, mit álmodott? Emlékszik egyetlen egy álmára is, ami esetleg olyan maradandó volt? Nem, hogy álmodtunk, hát lehetséges, én nem tudom, nem emlékszem egyáltalán, hogy hát álmodtam volna, pedig hát a fáradtságtól biztos, hogy hát volt, aztán, hogy hát álmodott az ember, hát elsősorban a haza biztos azzal kapcsolatban. De konkrétan nem emlékszik ki. Igen. És akkor hogyan tovább? Hát Balmazújváros város szélén táboroztunk le, egy pihenő volt, és egy parasztbácsi szólt, hogy a Horthy most mondja be a pucsot, hogy lemond. Oda szaladtunk, hát a rádió bemondta, hogy hát ő lemond, vége háborúnak. Örömmel mentünk vissza a csapathoz, mert néhányan mentünk. Mert visszamegyünk, gyerekek, megyünk haza, a tisztjeink nagyon szépen elszálinkoztak, elmentek, vagy haza jöttek, és ott, ami a pihenőben voltunk, jönnek a kaposvári tüzérek, azok is lezseren, na most már majd megyünk haza, a lovakkal húzatták az ágyukat, egyszer megjelent a honvédelmi miniszter, és volt a neve neki, nem jut eszembe, és azt mondja, hogy hát hova akartok menni. Az már akkor a Szálasi átvette a hatalmat, Berekfi haltábornagy. És megyünk haza. Jelenkezett nála, mert nem volt, aki jelenkezzen. Egy őrnagy, igen. Egy GH-s őrnagy, élelmezés vezető őrnagy, az jelenkezett, hogy ezret parancsnok. Mert se ezredes nem volt már, most többiek mi leléptek. Egy németkéri tanító, az meg úgy jelenkezett, hadnagy volt, hogy zászlóalj parancsnok. Akkor aztán kiadta a parancsot a Berekfi, hogy káptalan tanyára megyünk 4 nap pihenőre, utána tüzelőállás, foglalás. Hát aztán 4 napig tényleg pihenő volt, vágták le a marhákat, meg nem etették a népet, meg nem tudom, az is volt az a baj, hogy sok elrontott a gyomrát, meg nem tudom. És akkor 4 nap után Tiszán, hogy átmentünk Tiszabábolna, Tiszadorogma között, ott tüzelőállás foglalás. Tisza szélihöz mentünk ki a vízszélén. Én ott írtam megint, ha én leülhettem, akkor már vettem elő levelező lapot, aztán írtam. Éppen a főintézőnek írtam volna egy lapot, a Ruszki a túlsó oldalról valahogy meglátta, hogy
ott üldögelek, azt akkor csú-bú, oda lőtt, hogy a vizet oda csapta, az édesanyát teremtését. Hát aztán el kellett húzódni a bokrok mögé, de olyan baj volt, szomjasak voltunk, hát inni kellett volna. Hát nem lehetett lemenni a vízszélibe, már oda a túlsó partról, mert lőtek. És akkor a zsinegre kötöttük a kulacsot, bedobtuk a vízbe, megtállett, azt akkor kihúztuk, azt akkor jó kis tisza vizet, azt ittunk. Lehet, hogy most már nem lehetne meginni. Lehet. Most már lehet, hogy olyan. És ott aztán volt megint egy csatapata, gumicsónakokkal átjöttek a Tiszán, aztán nekünk hát kiadták a parancsot, hogy hát támadásba kell lendülni az oroszok ellen. Igen, de hát, mint mondta, se fegyver, se ez, se az jóforma, se a lőszert utalványra adták, vagy szolgálati jegyre. És akkor beállították ott a Stalin orgonákat, meg nem te, hát azokat ott aztán megint csúnyán elvertek bennünket, úgyhogy onnét aztán el kellett menekülnünk. Szóval akkor már egy eléggé gyába hadnagyunk volt, az meg úgy volt, hogy hát akkor meneküljünk, amerre lehet, dacára, hogy aztán katona szemmel nézve, már mostani szemmel nézve jó is volt, hogy olyan gyáva volt, mert aztán nem azt nézte, hogy hát hol lehet támadni, hanem hogy lehet visszavonulni. És akkor elmentük föl Gödöllő, Aszódról vissza Isaszegre, aztán Isaszeg mögött ott voltunk jó egy hétig, és egy hét leforgása alatt, hát olyan kis pihenőszerű volt, nem nagyon lövöldöztek. Az oroszok beépítették magukat a egyik domtetőre, a másik domtetőn. Mi voltunk, egy bölcskatlan volt köztünk, és én oda keveredtem ki, kerültem ki, ugyanis ott az erdélyi részen az egyik parókiát, illetve plébániát főforgattak, kiraboltak, meg nem tudom, hogy az oroszok csinálták-e, vagy kik, de ott aztán kirámoltak mindent. Szóval vonultunk vissza, láttuk, hogy nyitva a kapu, meg nem tudom, na nézzünk be, mi van itt. Hát, hogy bemegyünk, szana széjjel az összes irat, minden. Szóval ott egy kis füzetszerű, ilyen imádságos dolog volt, hát füzet. Azt látom, hogy főveszem, boldogok a lelki szegények, mert azoké a mennynek országa. Ez volt a fedőlapján, aztán mindjárt magamhoz vettem, na mondom, ez jó lesz, mondom, óvatkatom, kis vallásos büzet. Hát ezt el is vittem magammal, ezt azért említem meg, és a szegik. Hátra voltunk a tüzelőállásban az aknavetőkkel. Én ott olvasgatom, egy kis bunkert csináltunk magunknak, meg szállítkoztunk, mert olyan baj volt, hogy annyira csapadékos volt az az ősz, hogy állandóan vizesek voltunk. Megszárodtunk valamennyire, akkor aztán újból megáztunk meg. Csináltunk ilyen földbevált bunkert, akkor kiképeztünk egy ilyen kis katlanszerű valamit, ott tüzeltünk, és aztán sikerült hát egy kis világossághoz is jutni, meg hát hogy hívják, ott olvasgattam azt a kis füzetet, bejön a hadnagy, azt mondja, mit csinál? Olvasok, mi az? Megnézi, beletette köppány hajtókába,
ki a vonalba, azt mondja, előre tolt állásba, figyelőbe, azt mondja, adják, azt mondja, az elemeket, a lövészeti elemeket, lövészeti elemeket. Ho. És egyedül kiküdött, hát ugye általában ketten szoktunk menni, ha valamelyiket éri valami, hogy hát legyen, aki ott segít vagy. Na, egyedül elindultam a hóba, balaktam kifelé, ki a vonalba, de nem tudtam, hogy hol a vonal. Egyik dombról le, a másikra föl. Egyszer fölérek egy dombtetőre, pak-pak, lőtek, és a szegről a toronyba, a temető az oldalba volt, és ott egy kis kápolna volt, az jól belátta ezt a területet, és onnét lőtek, pak-pak, de ma csú-csú-csú, ma fügyült is golyó. Ha hasra feküdtem mindjárt, visszorú gondolt a ruszki, hogy na, kaput. Aztán, tehát elfeküdtem. Mondom, most aztán hova tovább, hát hol a vonal, hol vannak a mieink. Hát körülbelül a 25-30 métert kellett csúszni, mászni, odaért, hát megtaláltam ezt a vonalat, ott meg alig volt katona. Az volt a baj, hogy már nem voltunk. 15-20 méterre, meg 30 méterre volt egyik katona a másiktól, akkor a lótás-futás, innen lőtt egyet, akkor elszaladt 10 méterrel, vagy 5 méterrel, hogy azt higgyék az oroszok, hogy hát sokan vagyunk, pedig a fene megett, tehát már alig volt néhány katona. Aztán, mikor odaérek a vonalba, azt mondja a figyelő tisztes, azt mondja, te azt mondja, baj van, azt mondja, de az előbb vittek el, azt mondja, egy szerencsétlen négy családos apát, azt mondja, a saját aknánk vágta szét. Leszakadt a farka az aknának, és a mi állásunkba esett bele. És ezt az embert szétvágta. És aztán az anyjuk teremtését most adjunk nekik, aztán beadtam a lőelemeket, ő vezérvető, azt a dur ad neki, azt összűz meg, nem tudom, aztán mi is akkor. Aztán utána megint csak menekülni kellett, meg visszamentem, akkor ez karácsony este volt, tábori istentisztelet volt, és egy katolikus pap jött, tartott egy kis beszédet, imádkoztunk, énekeltünk, meg nem tudom, és akkor aztán be is kerítettek bennünket, akkor karácsony este aztán karikán, akkor aztán gyűrűbe kerültünk. Lajos bácsi, ott a csatamezőn, ott a fronton, közelebb van az ember az Istenhez? Közelebb, közelebb. Én állítom, volt egy bajtárs, Tamási vagy Tamási környéki volt, rettenetes káromkodós gyerek volt. Az annak a száján nem jött ki egy becsületes szó, az mindig káromkodott. És amit mondtam, hogy elkezdtek géppuskázni bennünket, ott majdnem csak mellettem feküdt, elakadt a hangja neki. Utána nem káromkodott. Úgyhogy aztán megtért. Hát azt hitte, hogy hát itt babra megy a játék, meg nem tudta, elcsöndesedett. Szóval vigyázni kellett azért. Lajos bácsi, és a egyéb távolibb csata mezőkről, vagy frontvonalakról kaptak valamilyen információt, vagy eljutott bármi oda önökhöz? Jóformán semmi, semmi. Nem tudtunk egymásról. Még mikor Győrűbe kerültünk, ott se igen. Hát Isaszegről bevonultunk, Pest felé mentünk már,
kerepes, tarcsa, és aztán az oroszok már ott aztán szorítottak össze bennünket, és a kőbánya előtt egy zsidó temetőbe jutottunk be, hát a szerencsénk volt, hogy hatalmas nagy sírkövek voltak, és azok fölfogták a lövést. Igen, nagyon lőtek. Akkor bementünk a ravatalozóba, ott meg a sok halott a zsidókat hozták ki. Aztán nem tudták eltemetni, fagyos volt a föld, meg nem tudom, hogy a ládákban volt egy-egy személy, ott is megint a kíváncsiság. Fönnyítom az egyik láda tetejét, hát egy fiatal lány, csak egy fekete kombiné volt rajta, ott volt meghalva rettenetesen lesoványodva, meg nem tudom, ezt a temetőr mondta, azt mondja, 15-öt el tudtunk temetni, azt mondja, akkor 20-at hoztak, meg nem tudom, most meg azt mondja, nem tudjuk temetni őket. És aztán akkor így lépésről lépésre mentünk, úgyhogy kőbányai téglagyárakba kerültünk be. Na, ott aztán volt egy érdekes dolog. Szilveszter este volt éppen, mikor odaértünk. Aztán hát azért elmentek italt keresni a kollégák. Aztán a Dreher cukor vagy csokoládé gyár ott volt közel, onnét rumot tudtak szerezni, rumot hoztak, hát aztán ott itatták a társaságot, úgyhogy már végén nóta volt, én a téglagyárban lakom. Aztán benyomtam a beszélőváltót, kezembe volt a telefon, aztán vonalba kin hallgatták. Hát csönd volt, lövés nem volt, meg nem. Na de aztán hajnalba elindultak a ruszkik, de fa, vagyis deszka kerítése volt a téglagyárnak, tehát kiütöttünk egy pár deszkát, aztán akkor azon köröztünk menekültünk. De a csatornán meg elkezdtek szálinkozni föl az oroszok, amikor a Népligethez értünk, akkor aztán akna kézigránátokat bedobáltak a csatornákba, és aztán akkor a kicsit lecsöndesítették, úgyhogy azt hiszem január 14-e, 15-e lehetett, akkor már nagyon szorult a dolog már pesti részen, és volt egy sajnálatos eset, még volt valamennyi aknánk a taligákon, az aknavető taligákon, na el kellene pocsékolni Petőfi utcába, Petőfi Sándor utcába, azt hiszem a 3 szám alatt bementünk, behozták a ládákat, a tölteteket, leállították az aknavetőt, hogy majd elszórják. És aztán azt csinálták, mint újonc kiképzés alatt, hogy egyes, kettes, hármas, négy, hogy kinek mi a dolga. Egy tizedes, meg egy szakaszvezető odaállt az aknavető csövihöz, aztán elkezdték belerakni. Szóval az egyik vissza-hátra szólt, hogy add gyorsabban. Elrepül, egymásra töltöttek, és szétvágtam fel a pályuk mind a kettőnek. Fel az első emeletig fölvágtam, szétvágtam a pályukat nekik. Gyök, aztán tüzelt szüntes, meg nem tudom, mit jönözte. Ott voltunk egy napig, aztán átmentünk az Erzsébet hídon, az az egy híd volt még Ameriken, Amerik nem volt fölrobbantva, és akkor átmentünk Budára, és állítólag miutánunk még egy csoport jött át, aztán akkor fölrobbantották azt is, úgyhogy azok ott fogságba estek, akik pesti oldalon voltak, mi meg aztán február 12-éig Budán voltunk, hát 11-én
volt a kitörés. Hát akkor már beépítették magukat az oroszok a hegyekbe. Ott ugye körbe fogták azt a dunai részt. Úgyhogy hát 11-én este, hogy na, megyünk ki, kitörünk. Bécsi úton kellett volna menni kifelé. Hát azt még bemérték az oroszok, azt az egy vérfürdő lett az egész, mert állandóan lőtték. A főhadnagy ment elő, hogy menjünk utána. Aztán súgtuk egymásnak, hogy maradjunk le. Aztán az utolsó lemaradt, aztán megint a végén egyedül maradt a főhadnagy. Tehát aztán a végén az is fogságba esett, mi meg visszamentünk, és aztán bementünk egy épületbe, annak meg be volt sötétítve, lehet, hogy a üveg helyett papírokat raktak az ablakokra, egy sötétség volt. Aztán, hát most már mindegy, megbírattunk valahogy, a németek autók, a németek ott hagyták az autóikat, mert elmentek azok is kitörni. Ott aztán akkor a mieink kezdtek zabrálni Lisztet, mert azoknak azért volt a németeknek élelmük jobban, mint nekünk. És akkor 12-én reggel megvillott, világos volt a pogácsát, hogy megsütettem az asszonyokkal, tepsit fogtam, vittem vissza hozzánk, nem mondom, most a gyerekek elosztoznak rajta. Győttem a ruszki. Két kezébe pisztoly, géppisztoly a nyakába. Megálltam, mondom, most mit mozogjak, hogy képes agyonlőni, vagy valami. Megállok, aztán mondtam neki, ne, itt van, mondom, vegyé. Akkor átvette a pisztolyt, belemarkult, két pogácsát kivett, Tapaj Zoldát, papa, mama, Zsenka, meg nem tudom, hogy most már mehetünk haza, meg nem tudom, jöjjünk ki. Bementem, gyerekek, osztáltak hamarosan a pogácsát, menjünk ki, itt vannak az oroszok. Hát én a rádiót odavágtam a lépcsőházhoz, hát ne tudják használni puskákat, ezt eldobált mindenki. Kimentünk, akkor már aztán jöttek a részegek. Ja, Istenem, hát mi lesz itt? Mert az volt a kutyavilág, ezek a részegek mindjárt. Ure, csaszi, a lórát kérték, a gyűrűt, aztán nyakláncot, meg nem tudom. Aztán ötösével sorakozó összeállítottak bennünket. Mentünk vissza, a németek meg a bárból elkezdtek lőni bennünket, mert azok ezek az eszeszek, hogy az utolsó csöpvérig harcolnak, hogy bérattuk meg magunkat, elkezdtek lőni aknába. A Lánchíd utcába átértünk a Fő utca egyik oldalára, dúrod egy akna. Hát főtőt vágott, engem is oda dobott a faltövibe, mikor észre értem, így az arcom végig simítom, teli volt téglatörmelékkel, úgy éreztem, mint hogyha elvitte volna. Ez el volt zsibbadva. Na aztán megint sorakozó, aztán gyerünk föl a Cirandellára. Megyünk főfelé, egy oldalba, hát voltak aztán köztünk már ittasok is, akik ott tudtak italhoz, vagy hozzájutottak bővebben italhoz. Megyünk főfelé, az oroszok is részegek voltak. Aztán egy oldalba megyünk, egyszer csak egyik orosz elkezdettan kiabálni. Hát egy orosz katona, fekete páncélos, német páncélos ruhába volt, hogy hát meg volt engedve nekik minden, úgy látszik. Szóval belelőtt.
vállát talált el, neki esett a partnak, akkor megint lőtt egyet, akkor csipődít talált el, akkor összerogyott. Akkor aztán jöttek a többiek, azt se tudták, hogy miért, lődöztek bele. A végén azt mondja az egyik ruszki, hogy ez azért volt, mert azt mondja, lopott a magyaroktól. Hát megijesztettek bennünket. De fölmentünk a Citadellára, ott meg aztán bár még a szappant is elvették tőlünk. Ami aztán vágószerszám borotva, kés, minden, ilyesféle azokat, mindent elszedtek. Tulajdonképpen akkor estek fogságba, ugye? Hát akkor estünk be igazi fogságba. Igazi fogságba. Jó, hát Lajos bácsi, köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket a szomorúnak mondható eseményeket a háborúról, és akkor maradjunk annyiban, hogy a fogságról külön csinálunk majd egy beszélgetést, és akkor folytatjuk ezeket a beszélgetéseket, ezekről a hát nem túl szívderítő dolgokról. Úgyhogy akkor én most megköszönném a mai beszélgetést, és akkor a jó egészséget kívánva majd jelentkezünk, legközelebb folytatjuk. Köszönöm én is a lehetőséget. Álmatlan éber éjszakákon, mikor felriaszt a kegyetlen véres álmom, újra hallom ágyuknak iszonyú dörrenését, harckocsik láncainak csikorgó nyekergését. Látom pengeéles szuronyok fényének távoli villanását, lángoló pokolnak földi mását, vonuló hadaknak halottként pihenő fiait, s a még élő társát. Látok síró anyát és sok ezer szomorú szemű árvát, s ki tudja, lelkemben még mit hordhatok, ha minden riadt éjszakámon elborzadok. Nem lesz egy tenyérnyi zöld hely puszta sírmon. Elesett katonák teste lesz a vánkoson, ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél. Ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél.